Trefán Török Alexandra vagyok, a Born to be Collie és Corgi Kennel egyik tulajdonosa. Mindig is nagyon szerettem az intelligens fajtákat, és amikor először találkoztam a Corgival, és először megláttam, és igazából a szemébe tudtam nézni, akkor én ott elvesztem, és megláttam azt a fajta intelligens tekintetet és értelmet benne, amit egy kutyafajtában keresek. És onnan már nem sok választott el attól, hogy tudtam, hogy bármit megtennék, hogy egy ilyen fajta kutyám legyen. Felvettem a kapcsolatot a világ vezető korgi keneleivel, és igyekeztünk a kenelünket a lehető legjobb vérvonalakból összeválogatni. Ennek köszönhetjük azt, hogy világszínvonalú a kutyáinknak a minősége, és nemzetközileg is nagyon elismertek. A kezemben éppen egy sokadik generációs saját tenyésztésű kiskutya van, aki a jövőnket képviseli. Reméljük, hogy ő is beváltja a hozzáfűzött reményeket, és a sikeres ősei nyomdokaiba lép majd. A korgi és egyébként minden fajta kutya tenyésztésében nagyon fontosnak tartom azt, hogy megőrizzük a fajta múltját, eredetét. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egészségükre, úgyhogy a tudomány jelenlegi állása szerint elvégezhető egészségügyi szűréseket, genetikai és klinikai mindent megcsinálunk annak érdekében, hogy minél tökéletesebbek lehessenek az újabb és újabb generációk. Mi a tenyésztést ezért is inkább nemesítésnek hívjuk, hiszen a jónál is jobbat szeretnénk. És ehhez elengedhetetlen az, hogy nagyon minőségi alapok legyenek, nagyon minőségi kutyák, válogatottan nagyon sikeres, jó küllemű szülők, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az ő eredeti funkcióikat is életben tartsuk, ami pedig nem más, mint a terelés. Kevesen gondolnák ugyan, de ez a kisméretű fajta marha terelésre lett eredetileg kitenyésztve, illetve a farmok körüli teendők segítésére. Bármilyen állatot, ami a farmon megtalálható, azoknak a behajtása, beterelése volt a feladatuk, de hozzá tartozik, hogy a nap végén azért ők bemehettek a házba és felkerülhettek a kanapéra a gazdihoz, úgyhogy ezért van az, hogy nagyon-nagyon komoly szociális kötődésük van az emberhez, és ezért ők nem is azok a kifejezetten udvaron magára hagyható kutyák, nem találja ott úgy annyira fel magát, hogyha nincs valami feladata. Őket foglalkoztatni kell. Szocializációjukat nagyon korán elkezdjük már, gyakorlatilag születésüktől fogva folyamatosan kézben vannak, foglalkozva van velük, emberhez szoktatjuk őket, és ezáltal nagyon-nagyon jó egyéniségek lesznek, akik alapvetően minden élethelyzetben feltalálják magukat. Korgi fajta alatt kettőt is értünk, az egyik a Pembroke, a másik pedig a kardigán. A két fajta egyébként teljesen különböző, külön fajta leírásuk is van. A kardigán korgi az, ami az idősebb, gyakorlatilag 3000 éves múltja van a kardigán korginak. A tacskók és spiccek keresztezéséből hozták létre őket. Én kezemben egy Pembroke Welsh Corgi található. Jellegzetessége ez az édes róka-szerű arc, ami egyébként az egyik legfontosabb ismertető jegye ennek a fajtának. Egy mosolygós és rókára emlékeztető arca van. Kétféle színben van, az egyik ez a vörös-fehér, a másik pedig a trikolor. Nekik farkuk lehet,
illetve mostanában már jellemző, régen vágták. Pontosan azért, mert a farmokon való munkához adott esetben akadályt jelentett, illetve sokszor voltak úgy, hogy a rókától megkülönböztetik a kutyájukat azzal, hogy levágják a farkukat, úgyhogy a korgik ezért voltak farok nélkül is megtalálhatók. Manapság már csak akkor van farok nélküli korgi, hogyha úgy születik, ami körülbelül 100-ból egyszer fordul elő. Nagyon ritka. A korgiknak, a Welsh-korgi Pembroke-nak van egy nagyon érdekes legendája is, egy kelta mítosz szerint ők ugyanis a tündéreknek a kis segítői csodaparipái, akik a tündéreket a harcba vitték, és nagyon sok ábrázoláson is meg lehet találni ezt, amikor egy korginak a hátán van egy kis nyereg, abban ül egy kis tündér, és ők vitték őket a csatába. A legenda szerint Szent Iván ilyen egyébként előszoktak jönni, és ekkor lehet is őket látni. Úgyhogy érdemes Szent Iván ilyen nyitott szemmel járni. Stefán Sándor vagyok, négyszeres aranykorszakos mestertenyésztő. Mai napon a Welsh-korgi kardigán kutyusról fogunk beszélgetni. Róluk annyit kell tudni, ellentétben a Welsh-korgi Pembroke fajtával, hát mintegy 3000 évre tekinthető vissza a eredetük, ilyen múlttal rendelkeznek. Tevékenységük és munkájuk szempontjából egy icipicit másabb, mint a Pembroke-ok. Kardigán korgik feladatai közé tartozott a tanyák körül levő állatok terelése, mozgatása, szemben a Pembroke-okkal, akik szintén ugyanezt a munkát végezték, csak esetlegesen a nap végén a gazdival együtt bevonultak a házba. A kardigán kutyusok kimaradtak, ezáltal egy kicsit robosztusabb, erősebb felépítésű, nekik az időjárás viszontagságaival szemben is meg kellett küzdeni. Nagyon sok kérdés hangzik el irányunkban, hogy mi a különbség a Pembroke és a kardigán korgi között. Nagyon nagy különbség még a két fajta között, hogy a kardigán korginak minden esetben van farka, plusz még a színe is sokkal-sokkal nagyobb palettán mozog. Itt lehet a bloomerlétől kezdve a vörösig, a csíkosig szinte minden. Erősebb felépítésű, nagyobb fel, nagyobb fül, és hát egy kicsit jobb munkabírás. Ami még szembeötlő különbség a két fajta között, az a mellkasuk. Bolondulóan, ezt egy tojáson tudom bemutatni. Nevezetesen ebben a formában, így ahogy látjuk, ez egy kardigán mellkasát kell, hogy nézzük. Nevezetesen a lábai szélesebben áll. Náluk kiállításon és egyébként nem probléma az úgynevezett franciás állás, azaz kicsit kifele forduló mancs, ez lehet éppen a munkavégzésük szempontjából. Míg a Pembroke-nál ez a dolog ez megfordul, így tudom szemléltetni, nekik viszont követelmény és elvárás a párhuzamos mancs, amit ez a mellkas forma biztosítja a legjobban. Egy rendkívül aktív kutyafajtáról beszélünk, akinek alapvetően nem elég az, hogyha az embernek van egy nagy kertje, neki foglalkozásra van szüksége, úgyhogy aki napi 8 óra munka mellett szeretne egy korgit a lakásába, azoknak nem tudom ajánlani a fajtát, mert nem feltétlenül fogja tudni megadni azt a fajta szükségletet a korginak, amit ő igényel. Gyerekek és igazából minden korosztály, más állatfajok, sőt más kutyafajták, macskák mellett is tökéletesen megtalálja a helyét. Nagyon családias és szociális kutya, viszont a foglalkozásra nagyon-nagyon nagy szüksége van mindenféleképpen, és kihangsúlyoznám a kölyökkori szocializációt, ami tényleg azért nagyon könnyíti meg az ember életét, hiszen ilyenkor tud olyan pluszokat beletenni, amit később már csak csiszolni
lehet, úgyhogy mi alapvetően azoknak, akik első kutyaként szeretnének korgit, mindenképpen javasoljuk egy kutyaiskola, a kutyaóvoda elvégzését, ahol a többi kutyával való szocializációt is megtanulja, illetve igazából ezekre a gazdának van szüksége, hogy ő tanulja meg a korgik nyelvét, és értse meg az ő jelzéseit, és tudja kihasználni legjobban azt a fajta képességüket, hogy ők nagyon szeretnének a gazdának megfelelni, de tudni kell őket megfelelően irányítani. Egy kutya kikerült a Buckingham palotából, a nemzetközi korgi tenyésztés véráramába ezáltal bekerült, ő pedig nem más, mint Windsor Royal Crizet Ermin. A korgi alapvetően egy nagyon egészséges kutyafajta, és ez a tudatos és szelektív tenyésztésnek köszönhető, ugyanis a tenyésztők nagyon odafigyelnek arra, hogy a fajta specifikus betegségekre szűrve legyenek, és ezáltal elkerülhető legyen egy csomó olyan probléma, amely a kutya élete során felléphet. Ilyen például a degeneratív mielopátia, ez a hátsó végtagok bénulása, illetve a vérzékenység, a von Willebrand betegség, egy mozgás közbeni szívmegállás, illetve ez különböző szembetegségek és csípőzeti diszplázia. Ezekre minden betegségre mi is, és minden felelősségteljes tenyésztő szűr, és ennek megfelelően választja a partnereket a kutyáihoz, hogy a lehető legegészségesebb utódokat garantálhassa a gazdáknak. Nagyon fontos még tudni a korgiról, hogy egy hízásra rendkívül hajlamos fajta. Ugyancsak, mint a tacskóknál náluk is, a gerinc az nagyon-nagyon fontos, hogy nem kaphat nagy megterhelést, különösen nem fiatal növendékkorban, de később sem. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon szigorú etetési rend az, amivel őket táplálni kell. Természetesen nagyon jó minőségű kutyatáp, amiben alapvetően minden benne van, amire szükségük van, de az rendkívül fontos, hogy a mennyiségek legyenek betartva, és jutalomfalat esetén is az leszámolva a napi szükségleteiből. A korgik szőrápolásáról annyit mondanék még, hogy egy dupla szűrű fajtáról van szó, akik évente kétszer vedlenek, ilyenkor az ajszőrük kijön, és ezt nagyon alaposan ki is kell szedni, hogy ne ragadjon be. Amellett azért hetente, két hetente alaposan át kell őket kefélni, és így megőrizhető a pompájuk, és gyakorlatilag az embernek nem kell állandóan szőrt takarítania. Korgikkal 14 éve foglalkozunk, de kutyatenyésztéssel alapvetően már 22. Ez alatt több mint 60 international champion, több mint 200 nemzeti champion, több mint 100 fiatal champion kutyát tenyésztettünk, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy tőlünk származó, nálunk született korgi Angliában angol champion címet ért el, és Anglia Best Papia, azaz az év legeredményesebb kölyke volt 2017-ben. Rendkívüli érzés az, amikor az ember magyarként a fajta gazda országban ér el ekkora eredményt, és reméljük, hogy ennek még lesz folytatása is. Mindenkinek, aki korgit szeretne, én szívből kívánom, hogy találhassa meg álmai kutyáját. Az Angol és Ausztrál Pásztor Kutya Klub Egyesület által ajánlott hivatalos és megbízható forrásból szerezze be a kiskutyáját, ugyanis egy tenyésztő azért szereti végigkísérni a kutya életét, a későbbiekben is fog tanácsokat adni, segíteni fogja a közös életet tippekkel. A kutyáinkkal 5. éve járunk már a Pesti Színházba, ahol az Audiencia című előadásban is szerepelnek. Minden gond nélkül vették az akadályt, és elmondhatom, hogy a színészeknek is egy nagyon nagy öröm az, amikor megérkeznek, hiszen ők nagyon-nagyon jól érzik magukat a várakozási időben is, de már olyannyira tudják, hogy mikor következnek és mikor jön az ő részük, hogy meghallják a skót dudaszót, és ha itthon a tévében szólal, meg már akkor is felkapják a fejüket, mert tudják, hogy olyankor színpadra kell menni.